Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, természetesen, aki a TV képernyője előtt ül, és mindazokat, akik a neten fognak nézni, és köszönöm, és örülök, hogyha velem tartanak most is, és lépjünk tovább a vitaminokról, az ásványi anyagok felé. Ennek az előadásnak azt a címet adtam, hogy szervezetünk az ásványi anyag szükséglete. A mindennapi életünk fenntartásához nekünk ásványi anyagokra van szükségünk. A szervezet jó működése, a napi anyagcsere biztosítása ezek megfelelő arányú bevételétől függ. Mindegy 20 olyan ásványi anyagot ismerünk, amely szervezetünk felépítésében részt vesz. Ezek a testünk 5%-át teszik ki, vagyis egy 70 kilós felnőtt esetében mintegy 3,5 kilót. Ezek az ásványi anyagok folyamatosan cserélődnek bennünk. Naponta kiválasztódnak a vizelettel, a széklettel és más váladékokkal. Mintegy 30 g az az ásványi anyag mennyiség, amit az élelmiszerek által feltétlenül pótolni kell. Ezeknek legfontosabb forrásai a növényi eredetű táplálékok természetes állapotban. A húsos étrend és a finomított termékeken alapuló étrend ásványi anyagokban igen szegény lehet. Az emberi test számára legfontosabb táplálékok a következő elemekből épülnek fel. Hidrogén, oxigén, szén, nitrogén, nátrium, kálium, klór, kalcium, magnézium, foszfor és kén. Ez a 11 elem alkotja a táplálékunk súlyának zömét. Két elem, a hidrogén és az oxigén, az emberi test atomjainak 85%-át teszi ki. A szén alkotja a további 10%-ot, a nitrogén 1,4%-ot. A fennmaradó 20 fontos elem a test atomjainak kevesebb, mint 0,7%-át alkotja. Lényegében minden táplálék, amire szükségünk van, a vizet is beleértve, Bertrand törvényét követi. Három hatásmechanizmus létezik. A nem elégséges mennyiség hiánytüneteket, betegségeket okoz, a megfelelő koncentráció következménye a jó egészség, a többlet toxikus, mérgező hatást válthat ki. Néhány elem esetében a hiány és a toxikus szint között különbség igen elenyésző. Ezért kell nagyon odafigyelnünk, hogy táplálkozásunk kiegyensúlyozott legyen, hogy valamennyi életfontosságú tápelemből szervezetünk kellő ellátásban részesüljön. Az ásványi anyagokat két csoportra osztjuk az alábbiak szerint. Makrotápanyagok, melyek nátrium, klór, kálium, kalcium, foszfor, magnézium. A szervezetnek viszonylag nagy mennyiségben van rá szüksége. Mikrotápanyagok, vas, rész, kobalt, cink, mangán, jód, molibdén, fluor, szelén és a króm. Az orvosi könyvekben még van egy ilyen megjegyzés, valószínűleg eszenciális mikroelemek, nikkel, on, szilícium, vanádium, szervezetünk kis mennyiségben hasznosítja őket. Ismeretlen funkciójú nyomelemek, alumínium, kadmium, ólom, arzén, bárium, stroncium, higany, ezüst, arany, antimon. A vas és a jód kivételével, ha egészségesen táplálkozunk, ritka esetben fordul elő a fenti ásványi anyagból hiány. Túlzott mennyiségük pedig mérgezést okozhat. Óvatosságra van szükség, amikor a táplálékot vitaminokkal és ásványi anyagokkal mesterséges úton kiegészítjük. Néhány ásványi anyag, mint például a vas, más elemek felszívódását gátolja és így hiányt okoz, még akkor is, amikor a másik elem, például a rész, bevitelre kerülő szintje különben elegendő. A rész felszívódása elégtelenné válik, ha a bélben valamennyi fehérje hordozó vassal van lekötve. Hát mennyire fontos megfigyelni ezeket, orvosi könyvekből írtam, nem mesterséges tabletták. Beszélgessünk most a makrotápanyagokról. Mit kell tudjunk a nátriumról? Napi 1 g-ra van belőle szükségünk. Miért szükséges? Hogy szervezetünkben a savbázis egyensúly jó legyen,
idegeink, izmaink egészségesek legyenek. Miből kaphatjuk ezt meg? Só, zöld, olajbogyó, kukoricakenyér, savanyú káposzta és burgonya biztosítja nekünk. Szervezetünkben a vér nátrium koncentrációja 136-145 millimol per liter között kell legyen. Ha ennél kevesebb, tehát alacsony, hiponatrémiáról beszélünk, ha magasabb, hipernatrémiáról, nátrium koncentrációról beszélünk. Miért eshet le a nátrium koncentráció a vérünkben? Első oknak van nevezve a túlzott folyadékfogyasztás, ami meghaladja a bese felesleges vizet eltávolító képességét, ami nátrium felhíguláshoz vezethet. De szívbetegségben, májcirrózisban, mellékvese problémával szenvedőknél is előfordul. Az agyunk különösen érzékeny a hirtelen leeső nátrium szintre, és ekkor elsőként leverség és zavarság jelentkezik. És ha ez még súlyosbodik, akkor izomrángások, epileptikus görcsök fordulhatnak elő. A magas nátrium szint akkor keletkezik, ha valaki kevés vizet iszik, vagy a besék túl sok vizet választanak ki. A vízvesztesség meghaladja a nátriumvesztességet. Itt is hasonló az alacsony szintűhöz, izomrángás, epileptikus görcsrohamok, esetleg kómába esés jelzi a súlyos vízhiányt. Mennyire meggondoltan kellene fogyasztani a húgyhajtókat, vizelethajtókat, írva van az MSZ orvosi könyvben. Lépjünk tovább a klórhoz. Ugyanebben az orvosi könyvben ezt olvasom. Ugyanaz, mint a nátriumnál, tehát azok az élelmek biztosítják részünkre a napi 1,5 g szükségletet. Legfontosabb szerepe az elektrolit egyensúly. Hiánya zavart okozhat a savbázis egyensúlyban. Érdekes módon valamikor, ami több mint 20 éve kaptam Lajos atyától a könyvet, ez van írva. Fertőtleníti szervezetünket, kihajtja a felhalmozódott selejtanyagokat, fontos szerepe van a gyomorsabb részeként az emésztésben. Ezt a részünkre a só, a retek és a vöröshagyma biztosítja. Lépjünk tovább a káliumhoz. Napi szükségletünk 2 g. Ezt a 2 g-ot biztosítani tudjuk burgonya, karalábé, káposztafélék, retek, citrom, dinnyék, naspolya, szilva, szőlő, csipkebogyóíz, szilvaíz, dió, mazsola, mák, olajos magvak, sóska, zellergyökérrel. Vezető szerepe van a sejt anyagcseréjében és az ideg és izom működésben. A szervezet kálium tartalmának legnagyobb része sejteken belül helyezkedik el. Segíti az emésztőszervek munkáját, fiatalítja szervezetünket, provokálja jó hangulatot, az izmok, kötőszövetek rugalmasságát, hajlékonyságát serkenti. A megfelelő kálium szint a 3,8 millimol per liter és a vér 5,1 millimol per liter között van. Az alacsony szint izomgyengeséget, rángásokat, bénulást, szívritmus zavart is okozhat. A magas kálium szint ennél veszélyesebb, érinti a szív elektromos vezetőrendszerét, szívritmus zavar léphet fel, és a szívverés leállhat. Leggyakoribb okai lehetnek a szint emelkedésének különböző gyógyszerek, a vesék nem elégséges kálium kiválasztása, veseelégtelenség, mellékvese problémák, balesetben izomroncsolódás következtében hirtelen nagy mennyiségű kálium szabadul fel a sejtekből, és hasonlóan súlyos égési sebeknél. Tehát itt is vigyázni kell a megfelelő mennyiségre. Tanulunk tovább a kálciumról. 0,8-1,2 g szükséges a fehérje beviteltől függően. Szervezetünkben ebből az ásványanyagból van a legtöbb, 1,1 és 5 kilóig. Miért írják, hogy fehérje beviteltől függően? Akiknek megvan a csontirkulás című könyvem, ott a vége fele le van írva, dr. Kímét idézve. A fölös fehérjét a test kénytelen elégetni, és a melléktermékeket pedig a vese kénytelen kiszűrni.
és mikor a fehérjék a vesén átszűrődnek, mindig visznek magukkal magnéziumot, káliumot, kalciumot, stb. Más ásványi sókat. Mindig ezt művelik. Ugye pár órával ezelőtt tanultuk, hogy mennyire fontos, hogy oda tanuljunk a fehérje tartalmú ételek fogyasztására. Tehát óriási problémákat lehet okozni avval, hogy reggel, délbe, délelőtt, délután mindig bőfehérje tartalmú ételeket esznek. Mi a feladat a kalciumnak? A csontok és a fogak felépítése, a csontsejtek újraképzése és a véralvadás szabályozása. Közreműködik az izmok összehozódó képességében, az idegműködésben, szabályozza a szívritmust, a vérkeringést, valamint a sejtanyag cserében bizonyos enzimeket aktivál. Fiatalítja az egész szervezetet. Milyen táplálékokkal tudjuk ezt biztosítani? A legtöbb sötét zöld levelű zöldség, spenót, mángold, fehér répa és répaszár, kisebb mennyiségben babfélék, gumós növények, szójabab, dió, zappehely, napraforgómag, mák. Miért lehet, hogy alacsonyabb a kalcium szintünk, mint kellene? A szérum szint alacsonyabb lehet a hipoparatiroidis, tehát a mellékpajzsmirigy alulműködésében, a D-vitamin hiányban, a veseelégtelenségben, hasnyálmirigy gyulladásnál és az elégtelen tápanyag felszívódásnál. Mitől lehet magasabb? A felszívódási problémák okozzák. Sőt, a mellékpajzsmirigy túlműködése, rosszindulatú tumor, csontáttét, D-vitamin túladagolás, ismeretlen eredetű granulómás betegségek, csontvelő daganak. Ezek az állapotok orvosi kezelést igényelnek. Igen, szükséges nekünk kalciumtablettákat szedni? Egyáltalán nem. Nagyon fontos megfigyelni, hogy a fehérje nem csak a kalciumot, az ásványanyagokat viszi ki a szervezetből. Tanuljunk tovább a foszforról. Mi a feladata a foszfornak? A kalciummal együtt végzik a belső csontosodást, a fogak kialakítását, a szervezet működését. Szabályozza a szív és vese működést. Napi szükségletünk felnőtteknek 0,9 g. Mit tesz? Zsírsavakkal és más lipidekkel kapcsolódik össze a sejthártya felépítésében. Szükség van rá az egészséges ideg működésben, a vitaminok anyagcseréjében és az RNS és a DNS képződésénél. Gyakorlatilag minden biokémiai folyamatban részt vesz. Biztosíthatjuk magunknak a babfélék, magyarófélék, dió, sütőtök, magvak, teljes gabonaszemek fogyasztásával. Szeretném itt megjegyezni, hogy a kalcium belépüléséhez a foszfor, kalcium és fehérje helyes aránya szükséges. Jó, figyeljük meg, a fehérje kiviszi ásványi anyagokat, de a foszfor-kalcium arány nem jó, az is nagy probléma, pedig Márkus professzor szerint 2:1 kell legyen a kalcium és a foszfor aránya a mi szervezetünkben. És akinek megvan a Gyógyíthatatlan című könyvben, ott meg fogja látni benne, hogy minden állati termék nem 2:1 van, hanem 0,0, és majd utána vannak számok. Végig 0,0, sőt, olyan is van, hogy 0,00, és csak utána van valami kis szám. Tehát nagyon fel kellene erre figyelni, kedves anyukák. Lépjünk tovább a magnéziumhoz. Napi szükségletünk nőknek 0,3 g, férfiaknak 0,35 g. Mivel tudjuk ezt biztosítani? Teljes gabonamagvak, hüvelyesek, narancs, füge, zappehely, mák, tökmag, méz, zöldlevelű zöldségek, mandula és dió. Mit tesz? Serkenti az új sejtek kialakulását, segít kipihenni magunkat, szabályozza a szervezet méregtelenítését és az izom működésben is részt vesz. A csont egyik alkotó eleme. Energiatermelésre aktiválja az enzimeket a sejtben. Fenntartja a vér és a szövetek optimális pH egyensúlyát, valamint szabályozza az izom összehúzódást
és idegműködést, az aminosav anyagcserét, az eszenciális zsírsavakat a gyulladásgátló prostaglandinok termelésében. Szív és a keringési rendszer védelme. Akadályozza a kálcium lerakodást az erekben. Véd az infarktus ellen, és a stressz hatást is enyhíti. Miért fontos erre odafigyeljünk? Mert hiánya izomrángatózásokat idéz elő. De szerepe lehet a menstruáció előtti feszültség kiváltásában, méh görcsöknél, kálciumoxalát vesekövek képződésénél, túlzott aktivitás kialakulásában, rángógörcs és abnormális vélemezke összecsapódásában. Két dologra nagyon fontos ma felhívni a kedves hallgatók figyelmét. Az egyik túlzott fehérje táplálkozás. Nyugodtan elmondhatom, hogy általában hozzám a betegséggel kapcsolatban csak tanult emberek jönnek. Az első kérdéseim között már a táplálkozási szokásokról érdeklődöm. Mindenkitől megkérdezem, hogy általában hányszor eszik, és előtte való napokban mit evett egy nap. Idősebbek is azt mondják, hogy 4-5-ször kell étkezni, de sokszor nem csak a 3 fő táplálkozási időben, hanem még a közbelevő nasolásokban is bőfehér tartalmú ételt fogyasztanak. Ilyenkor el szoktam nekik mondani, például a múlt heti esetet mondhatom el, reggel tojás és sonka volt, 10 órakor egy szendvics virslével, délben húsleves és hús utána, és délután megint hasonló, és este természetesen a déli maradék. Ez már sokszorosan többlete a szükséges fehérje mennyiségnek. Ilyenkor el szoktam mondani, hogy az olyan dolog, hogy én nagyon szeretem a hajába sült krumpit, és reggel ennék hajába sült krumpit, 10 órakor egy krumpis tésztát, délben egy krumplileves, délután egy rakott krumpit, este meg a maradékot. És erre mit mondanak? Ó, hát ez nagyon unalmas. Kérem, reggel, délbe, délelőtt fehérjét, húst, húsfilét enni. Rettenetes szegény szervezetnek. A másik dolog az, hogy általában, főleg télen, alig fogyasztanak a sós ételekhez nyerset. Még egy-két almát, narancsot megesznek. Ez nem lehet, kérem. 40 fok felett megfigyelték a vitaminok, az enzimek, ugyanúgy az ásványi anyagok értéke teljesen lecsökken. Akkor az 1999-es Elixír újság decemberi számában benne van. A rákos sejt fehérje felhasználása több százszoros az egészséges sejtének. Az állandóan náthás gyerek orrfolyásának is lehet, hogy a bő fehérje vagy az állandó idegfeszültség lehet az oka. Ha ennyire kevés élő ételt fogyasztunk, gyümölcsöt, zöldséget, olajos magvakat, ha mindent csak főzünk, én felteszem a kérdést, ahogy ma délelőtt is, hogy erre készültem a telefonon, bemutatkozott egy hölgy, hogy tudok-e segíteni, autoimmun betegsége van. Én a kérdésem az, legyengült immunrendszerünk van, vagy autoimmun betegség. Élő, nyers, ásványi anyagok nélkül nem tudunk egészségesek lenni. Hiszem, amit mondott Ádámnak az ő megalkotója a bűneset után, visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszesz. És úgy gondolom, hogy mindenki tudja, hogy a földben igen sok ásványi anyag van, hiszen a növények is abból épülnek fel. Ezért betegségeinkből való gyógyulás fő eszköze kellene legyen a föld. Természetesen csak akkor, ha az ember bármivel, például hozzátett anyagokkal nem fertőzte. Élő földről van szó. Gyógyításhoz azt sem szabad felmelegíteni. Élő, nyers, hideg földdel pakoltak engemet is, 6 hónapig minden nap Brazíliában. Szeretnék egy örömmel teli tapasztalatot elmondani önöknek. Balogh Lászlóról szól, aki 17 éve, tehát 2000-ben volt nálam áttétes rák betegségeivel. Diagnózisa metasztázis pulmon, de elmondom magyarul,
óriás sejtes csontszarkóma, metasztázis, tehát le volt vágva az egyik lába, tüdő áttét daganat, bal alsó lábszál leamputálás, pajzsmirigy daganat. Ritkán beszélünk telefonon. 2005-ben mondta nekem, hogy 4,5 éve fájdalom nélkül él, mint áttétes rákos. Később masszőrként dolgozott, majd egy papírüzemben. Most, tegnap előtt, január 22-én beszéltem vele telefonon, jól van. Most már ő is nyugdíjas. Nem jár orvoshoz. Egyszer elmondta, hogy vitte az unokáját az orvoshoz, és az orvos megismerte, és csak nézett, és hívta, hogy menjen vizsgálatra, de mondta, hogy köszöni, ő nem megy. De ő is 6 hónapig feküdt naponta a hideg agyakpakolásban, és csinálta a különböző fürdőket, terápiákat, és betartotta az étkezési tanácsokat. Tegnap előtt rákérdeztem, hogy jól emlékszem, hogy mielőtt hozzám jött, sem előtte, sem utána, ő nem kapott semmiféle kemo- és sugárkezelést, és azt mondta, hogy igen, jól emlékszem, de azóta sem volt semmiféle kezelésen. Gyógyszert sem szed azóta sem. De, hála jó Istennek, akkor, mikor ez a nagy probléma volt, 17 évvel előtt, a saját orvosa is bíztatta, hogy csinálja, amit felírtam neki. De azt is elmondta nekem egy kicsit, ő is szomorúan, hogy évek alatt sok rákos betegnek elmondta tapasztalatát, kölcsön adta a könyvemet, de az emberek nem akarnak magukra időt szánni, nem akarnak magukért tenni. Azt is lehetne mondani, hogy nem akarnak magukért felelősséget vállalni. Pedig hát a tapasztalatom az, hogy senki nem veszi át tőlünk a saját életünkért való felelősséget. A házas pár minden nap reggel és este előveszi a szelszámosból az ásót, a vödör vizet és egy keverővé átalakított fúrógépet. Sőt, még egy halom agyag is kerül a teknőbe. De most nem kerti munkához készülődnek, Balog úr kezelésre vár. A megszokott, ridegcsempés környezet helyett azonban saját udvarán. Balog úr 6 éve beteg. Áttétes csontrákja megtámadta a tüdejét és a pajzsmirigyét. Több mint 10 műtéten esett már át, egyik lábát amputálták. Most mégis kertetás és látszólag egészséges. Szóró éles fájdalmaim voltak, ami sokszor elviselhetetlen volt, éjszaka nem nagyon tudtam aludni. Balogék nem tettek más, mint ástak egy vödörnyi agyagot, összekeverték egy kis vízzel, és már is kenhették a hideg agyagpakolást a beteg testére. A kezelés rendkívül egyszerű, mégis sokszor próbára tette türelmüket. A pakolást ugyanis 6 óra hosszáig nem moshatják le a testről, de közben óránként cserélni kell, hogy minél több ásványi anyag kerüljön a szervezetbe. Ezt is itt jöhetsz még itt fentem is. Ide? Igen, oda. Jó, úgy, itt is? Ott. Jó, így magadnak jobban. Látod. Igen, el kellene fognunk egy kicsit több munkával, de élőben fogyasszuk a vitaminokat, ásványanyagokat, lehetőleg minél többet nyersen, és nem készítményekben. Szervezetünknek csodálatos az a képessége, hogy így egészségünkre tudja hasznosítani őket, ha ezt is helytelen szokásainkkal nem tesszük tönkre. Soha ne terítsenek asztalt nyers nélkül. 50% nyers. Különben vitaminok, enzimek, ásványanyagok kárba vesznek. Ellen Gould vágykönyvéből szeretnék idézni az étrend és táplálkozási tanácsokból. Gyümölcsök, gabonafélék és zöldségfélék egyszerűen fűszer és bárminemű zsíradéktól mentesen tejjel vagy tejfüllel elkészítve nyújtják a legegészségesebb étrendet. Én itt már most elmondom közben, hogy én csak a saját magam készített növényi tejekkel főzök és sütök mindent. Süteményt is, mindent. Pedig nálunk nem fogy ki az egyszerű sütemény. Tápanyaggal látják le a szervezetet, szívóságot és szellemi élénységet nyújtanak, amelyet az izgató tápláló étel nem ad. Némelyek nem tartják vallásos kötelességüknek a táplálék helyes elkészítését, azért nem is igyekeznek ezt megtanulni. Hagyják, hogy a kenyér már sütés előtt megsemanyodjon, és a szakás hanyagságát javító, hozzáadott szódabikarbóna teljesen alkalmatlaná teszi a kenyeret az emberi fogyasztásra. A jó kenyér elkészítése gondoskodás és figyelmet követel.
Több vallás van a jól megsütött kenyérben, mint sokan gondolják. Minden keresztény lány és asszony vallásos kötelessége, hogy ízletes, illatos, könnyű kenyere süssön teljes érlésű buzalizből. Milyen tanácsom adva az anyáknak? Vigyétek magatokkal lányaitokat a konyhába már nagyon fiatalon. Tanítsátok meg őket a főzés művészetére. Mennyire fontos erre odafigyelni, hogy a főzés egy művészet, ezt tanulni kell, szívvel, lélekkel készíteni, hogy egészségesek maradjunk, és családtagjaink is egészségesek legyenek. Köszönöm, hogy velem voltak, és a következő órában is folytatjuk a többi ásványanyagokkal. Jó egészséget kívánok mindenkinek, viszontlátásra!